Könyvajánló, portré műsor, irodalomtörténeti szörfözés, közéleti eszmefuttatás, esetleg lakásdizájn, kicsit mindegyik. Poltról Poltra címmel indult videósorozat a Temesváros portálon, melyben Molnos Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Liceum magyar tanárnője csengett be különböző emberekhez azzal a céllal, hogy könyvekről, olvasási szokásokról és irodalomról beszélgessenek. A sorozat nemrég kezdődött, s talán még keresi igazi medrét, de megvan a létjogosultsága egy olyan városban, melyben több író, költő és irodalmi társaság is működött. A műsor ötlete a pandémiához kötődik. Akkor kitört az első karantén, ugye, hát igazából nagyon hirtelen változott meg az életünk. Elején azt gondoltuk, hogy 2 hét vakációról van szó, utána meg tolódott, és mindenkinek fel kellett fedeznie a saját új komfortzónáját. Nekem a könyvek jelentették, tehát azelőtt is nagyon szerettem olvasni, de hogy úgy akkor úgy éreztem, hogy nem csak, hogy szeretek, hanem szükségem van rá. Nagyon sok családtörténetet olvastam, nagyon sok életrajzi művet olvastam abban az időben. Sok esetben azért is, hogy érezzem azt, hogy nincs nekünk azért olyan rossz sorsunk azzal, hogy a melegbe kell csendbe ülni. És ez idő alatt fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire szükségünk van a könyvekre. És ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy talán ezzel a könyvszeretettel érdemes lenne valamit kezdeni. Ugyanakkor tanárként sokat gondolkodom azon, hogy hogyan tudnám elérni azt, hogy az olvasás az ne a házi olvasmányokon merüljön ki, hanem érezze azt a diák, hogy jó érzés kucorogni egy plédikébe, egy tea mellett, és nem akarom abba hagyni a könyvet. És ezen a gondolat meneten indultam el, és mire ki dolgoztam volna magamnak, hát Szabadoságinak van egy hasonló műsora. A YouTube-on szoktam én találkozni ezzel a kis műsorral. Az inkább közéleti témákat közelít meg. Én maradok az olvasmány élmény mellett, tehát nekem az fontos, hogy az olvasmány élményt fogjuk meg. Elbátortalanodtam, aztán telt múlt az idő, és előálltam Erde Ildikónak ezzel az ötlettel, hogy kezdjünk már valamit. A projekt zöld utat kapott, a videók készülnek. A műsor által a néző megismerhet egy embert, akit könyvei, könyvespolca, sőt, az erre kitett dísztárgyak és fotók is jellemeznek. Meggyőződésem, hogy jellemzi. Ha csak a saját polcomból indulok ki, meggyőződésem, hogy az embert is jellemzi. Már csak az, hogy mennyire figyel oda az ember a saját polcára, mik vannak kitéve, mi az, ami esetleg hátra van téve, hogy ne lássák mások, mi az, ami mi szerint kategorizálja, hogy műfaj szerint, kedvenceim szerint, szerzők szerint, vagy szín szerint. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok mindent elárul az emberről. Kedvcsinálónak nézzenek meg a műsorból egy részletet, a teljes adás, valamint újabb részek is a Temesváros Facebook oldalán érhetőek el. Hát, hogyha itt most körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy tényleg szanaszét vannak, több helyen vannak könyveim, mert ugye ez egy tömbházlakás, és én egy ilyen butor tologatós, nyomogatós ember vagyok, aki mindig megváltoztatja a dolgokat, és hogyha megváltoztatja a dolgokat, akkor nekem minden szobában kell legyen egy-két könyv, vagy több könyv. És az, amit most itt láttok, ez egy utolsó butor tologatásnak az eredménye. Én még nem jártam nálad, de így ahogy bejöttem, és végiglestem a polcokat, nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nagyon sok olyan könyved van, ami az én polcomon is megtalálható. Bár ha őszinte vagyok, akkor nem lepődtem meg olyan nagyon ezen. Amit még észrevettem, hogy román nyelvre lefordított magyar szerzők könyvei is vannak,
Mitől függ ez neked, hogy mit milyen nyelven olvasol el? Ugye nekem a munkámból kifolyólag én románul beszélek sokat a munkahelyemen, szakkönyveim románul vannak, és ahhoz, hogy jól ki tudjam fejezni magam románul is, akkor sokat kell olvasnom ezen a nyelven is. Tehát az agyam románul, de a lelkem magyarul gondolkodik, és magyarul olvas. Tehát vannak könyvek, amik ugye meg tudom vásárolni, őket könnyebben meg tudom vásárolni románul is a könyveket, ami pedig azt a magyar szerzőt illeti, szabályosan kíváncsi voltam arra, hogy hogyan hangzik ez románul. Tehát ugyanolyan könnyedséggel olvassuk, hála Istennek, románul is, mint magyarul. Uh-huh. Melyik szerzőkönyvéről van szó? Nádas. Nádas Péteri, igen. Említetted, hogy munkádból kifolyólag románul beszélsz. Itt a könyvespolcod alapján, ha nem tudnám, is tippelném, hogy nagyon emberközeli a te foglalkozásod. Én szociális munkás vagyok. Most jelenleg gyermekekkel foglalkozom, gyerekvédelemmel ezen a szakterületen, de és közben elvégeztem egy pszichoterápiás képzést, autogén tréning a neve a képzésnek, és ennek van egy része, ami ugye meditációs és terápiás jellegű is, ezért szükségesek a magyar, illetve a román szakkönyvek is, mert egy dolog, magyar emberrel ugye magyarul szoktunk terápiát végezni, románul pedig, román emberekkel pedig román szakkifejezéseket kell használni. Nem lehet másképp. Nekem személyes kedvencem Csernus Imre. Ő elég megosztó. Miért megosztó szerinted? Ajaj, mert nagyon oda tud mondani. Igen, nagyon oda tud mondani, és nem szeretik az igazságot hallani embereknek. Csodálkozom egy kicsit, hogy Bagdi Emőke mellett van Csernus nálad. Miért van egymás mellett a két szerző? Ugye ott Csernus, őt elején, még amikor a pszichoterápiás képzésnek nekiálltam, őt olvastam, és Bagdi Emőke, ő pedig a pszichoterápiás képzésünknek a nagy anyja Magyarországon, ő az egyesületnek az alapító tagja, Bagdi Emőke. Az ő könyvei is olvasmányosak, az ő könyveit is lehet úgy olvasni, hogy tanulsz belőle sokat, de ő nem az a durva nyelvezető és lelkű. Van-e még szakmai példaképed? Igen, Szendi Gábor az én másik nagy kedvencem ebben a könyvben, hogy Párbajok nélkül, de ő nem is, lehetem? Persze, ő is ír nőkről is, a nő hanyatlása, van egy könyve, hogy a nő hanyatlása, ő is a pszichoterapeuta, és képzeld, hogy matematikus is. Tehát ebben a könyvben azt mondja, hogy a nő és férfi közt, azt írja le, hogy hogyan beszélgessünk, meg hogyan reagáljunk egymásra úgy, hogy ne harcoljunk egymással. Ő az, aki azt mondja, akinek a jelszava, hogy az, hogy tégy úgy, mintha. Tehát tégy úgy, mintha holnap a diákjait, holnap az ellenőrző, vagy a nem tudom milyen felmérőn tízest írnak, és hát ha, akkor tízest is fognak írni, mert más... Úgy behálások lesznek mert neked, holnap felmérőt írnak. Ugye? Mert más a hozzáállásuk a dolgokhoz, és ezt, hogy hogyan kell hozzáállni dolgokhoz, és hogyan kell párbaj nélkül egymáshoz viszonyulni, azt Szendi nagyon szépen leírja. Ha most én átvehetném az irányítást csak egy picit, mert ha már itt vagyunk, és ne kelljen annyit járkálnunk, akkor itt vannak a mesés könyveim, amiket nagyon szeretek, és ez ilyen kiemelt helyen vannak. Tehát itt van ez a Hauf legszebb meséit, ezeket nagyon szeretem. Nézd meg, milyen zsíros látod annak idején, mikor gyerek voltam, akkor a... És ez is egy olyan könyv, az 1001 éjszaka legszebb meséi is. Hogyha lehet, akkor most megmutatok egy titkot nektek. Na.
Édesapám meghalt ezelőtt, vagy 7-8 éve, és annó összetákolt nekem egy polcot. És én azt a polcot nem szerettem volna eldobni, valamiért nagyon ragaszkodom hozzá, ragaszkodom a mai napig is, és akkor azt megtöltöttem olyan könyvekkel, amiknek nincs itt helyük, hanem más helyen van, az ajtó háta mögött. Na hát, amitől nem tudtam megszabadulni, nézd csak hogy lehet, hogy dobhasson el az ember irodalmi szöveggyűjteményt? Hát eldobhat? Dehogy dobhat. Nem látom, Géri is itt van. Ott van, igen, itt a Géri is itt van, meg Mátrai, meg Eszteró tanár úr, meg vannak itt azért. Most éppen mit olvasom? Hát most éppen ott van az a Müller Péternek a könyve, a Jós könyv, a jóslásról való könyv, mert én nagy feng shui őrült vagyok, és azt olvasom, azt lapozgatom. De képzeld, hogy vannak olyan könyv, de több könyvet is olvasok egyszerre. Tehát van olyan könyv, amiben belekezdek, és abba hagyom egy ideig. Ez is egy típus, egy olvasó típus, aki tud egyszerre több könyvet olvasni. Én nem tudok egyszerre több könyvet olvasni. Milyen? Jó, mert itt is vagy, ott is vagy, mindenütt benne vagy, de lelkiismeret fordulásom van, hogy nem olvasom végig azt a könyvet, mert ugye mi ezt így tanultunk, hogy megfogunk egy könyvet, és tessék végigolvasni, akkor is, ha tetszik nekünk, akkor is, ha nem. Persze azt már nem csinálom, ha nem tetszik, nem olvasom el. Még valamit meg szeretnék mutatni neked gyorsan, van-e még időnk? Itt van ez a könyv, ez is persze románul, hogy Arta Listelor, a listáknak a művészete, listavezetés. Na hát, ez egy olyan könyv, amit tinédzsereknek, és nem csak, ez is egy japán szokás, hogy mindenről listát vezetnek. Uh-huh. És ha álmatlan éjszakád van, és gondolatokkal küszködsz, és nem tudsz elaludni, akkor ott, ez egy mellesleg egy pszichoterápiás módszer is az, hogy írd ki magadból, írd le. Ne küldd el, de írd ki magadból. És képzeld, hogy ebben a könyvben is az van, hogy tessék éjjel fölkelni, hogyha nem tudsz aludni, és nem nekiállni tévét nézni, vagy valamit csinálni, hanem, és ki vagy kínlódni az ágyba összeszorított szemmel, hanem tessék ki leírni azt, hogy mi bánt. A város egyik legnagyobb magánkönyvtára a műfordító és író Franyó Zoltáné volt. 1978-ban hunyt el, házát, könyvtárát és kéziratait a Román Írószövetség temesvári szervezetére hagyta. Sajnos az örökség hozzáférhetetlen lett, a kéziratok lekerültek a pincébe és eláztak. Annó konstruktív káosz jellemezte szobáját, melyet 45 évvel ezelőtt örökített meg a bukaresti magyar adás kamerája. 2015 őszén egy igazán értékes, régi temesvári riporthoz jutottunk hozzá a bukaresti magyar adás archívumából. Címe: Százszoros élet, a 90 éves Franyó Zoltán visszaemlékezéseiből. A felvétel 1977-ben készült, a műfordító temesvári lakásán, a riporter Szekernyés János volt. Az anyagot a szintén Temesváron dolgozó Endre Károly költő, műfordító vezette fel. A majdnem két órás beszélgetést két részben sugározta a televízió magyar adása. Mi nagyjából 30 percesen rövidítettük le a riportot. A megtalált anyag egyedisége miatt úgy döntöttünk, hogy hagyjuk, hogy Franyó Zoltán önmaga beszéljen életéről, tehát nem elemezzük az életművét 40 év távlatából. Festőnek készült, de elcsábította a hivatásos katonai pálya. Mégis milyen okok, körülmények vezették az irodalomhoz, mikortól számítja írói pályának kezdetét?
Hát én ezt már gyakrabban elmondtam, de neked is, drága János barátom és Jancsikám, elmondom még egyszer. 1906-ban én Budapesten, mint a Ludovik Akadémia hallgatója, kapcsolatba kerültem az akkori új magyar irodalom éltehetségeivel, Kosztolányi Dezsővel, Babits Mihállyal, Juhász Gyulával és Ady Endrével. Az előbbiek, akiket említettem, azok akkor egyetemi hallgatók voltak, de már megjelentek a magyar szemlében, a hétben, az verseikkel, írásaikkal. Ady Endrének pedig éppen 906-ban jelent meg az első jellegzetes kötet, az Új versek, Budapesten, a Pallas kiadásában. Ez volt az első valóban Ady hangját megszólaltató, és sokféle hangját megszólaltató kötet, amelynek óriási sikere volt, és fellármázta, forradalmasította valósággal az irodalmi közvéleményt. Pro és kontra persze. Rögtön akcióba léptek a lelkes fiatal hívőkkel szemben a reakciós öreg konzervatív, ha nem is mondom éppen reakciós, de konzervatív személyiségek. A Budapesti Tudományos Akadémia elnöke Berzevici, azután Rákos Jenő, a nagyhatalmú sajtófejedelem, a Budapesti Hírlapnak a főszerkesztője, azután még egy páran olyanok, akiknek hát Petőfi Társaság képviselete, Kisfaludi Társaság, amelyek nem arra voltak berendezkedve a tagjaik révén sem, a tagállományuk révén sem, hogy valahogy forradalmi vagy egészen újszerű, új, az egész magyar lírával szemben teljesen új költészetnek legyenek valahogy a hívei. Természetesen ez a harc egyre jobban kiélesedett. Én sem maradtam ki belőle a harcból, mert hiszen beletartoztam most már ebbe a társaságba, velük együtt dolgoztam a Magyar Szemle című folyóiratban, akkor a Nyugat még nem jelent meg. És ekkor már megtörtént egy egész életre szóló eljegyzés, sőt házasság az irodalommal. A festészettel csak annyiban maradtam még kapcsolatba, 1905-ben már a Budapesti Nemzeti Szalonban voltak képeim kiállítva, de egyszer is mindenkorra szakítottam, azzal a különbséggel, hogy megmaradtam a képzőművészet időnkénti krónikásának. Nem egy olyan írásom van, és recenzióm, vagy kiállításokról, vagy egy-egy művészről, például többek között annak idején volt Budapesten az olasz futuristák kiállítása, akkor volt Budapesten Gauguin képeinek a kiállítása, ezekről én írtam. 1910-ben az aktív szolgálatból a tartalékba helyeztettem magamat. Ezt tettem tulajdonképp, mikor Ady Endre Aradon volt, akkor erősen biztatott engem, hogy hadd ott azt a katonaságot, aztán gyere fel Budapestre, neked ott a helyed, és hát mint író meg fogsz tudni jobban érni és érvényesülni mit. Én ezt megfogadtam, de egyelőre Aradra kerültem ide, és azután Váradra, Nagyváradra, ahol a Szabadságnak, és a nagyváradi, később a Nagyvádi Naplónak voltam segédszerkesztője, azoknak a lapoknak, ahol 10 évvel ezelőtt Ady dolgozott. Na aztán már 1914-ben, amikor kitört az első világháború, engem azonnal mozgósítottak, és az Galíciába küldtek. Már 1914 decemberétől kezdve a Budapesti Népszavában és az Estben minden héten két cikket írtam. Háborús élményt,
de ezek a háborús élmény cikkei tulajdonképpen vádiratok voltak az esztelen, céltalan és emberpusztító háború ellen. Megvannak itt még a könyvtáramban ezek a az első kötetem 1915-ben jelent meg a Kárpáti harcokról címmel az Athenaeum kiadásában, és egy év alatt két kiadást értek meg. Ez volt az a kötet, amely az első olyan hang volt irodalomban és sajtóban, amely nem lelkesedett a háborúért, hanem elítélt azt. Ugyanennek a kötetnek a német kiadása Bécsben 1915-ben, kérem, hallgassák meg, milyen címen jelentettem meg, Bruderfeind, ami azt jelenti, hogy ellenség, testvér, mint hogy akkor Bécsben is, mint hát Budapesten is, katonai cenzúra volt a cím miatt is, a tartalom miatt is, bizony nehézségeim voltak, mert a katonai cenzúra nem akarta engedélyezni sem a címet, sem jó néhány fejezetét. Akkor keresztül engedte a cenzúra, és megjelenhetett ezzel a címmel. Bruderfeind egy év alatt három kiadásban, nekem is csak a harmadik kiadásnak egy példánya van meg. Beiratkoztam 1921-ben az egyetemre, tisztán azzal a szándékkal, semmilyen más praktikus célem nem volt, csak az egyetemen ógörögből és a keleti irodalmakat, tehát a kínait, szanszkritot, óegyiptomit és óperzsát közvetlenül tanultam azért három éven keresztül, hat szemeszteren át, hogy ezeket a gazdag költészetben, különösen gazdag irodalmakból közvetlenül fordíthassak a nyelvismeretem alapján. Ennek én csak ugyan később hasznát is vettem, mert később már nagyon sok fordításom jelent meg úgy magyarul kínai költészetből az állami kiadónál. Itt is van a kötet valahol, itt van, megjelent az állami kiadónál, most az évet is meg fogom nézni, a magyar nyelvű kínai antológián, 1959 vagy miért? 1959-ben megjelent az a kínai antológián, a legidősebb, legrégibb költeményektől kezdve egészen a kortárs költőkig. De megjelent nem csak itt, hanem a frankfurti Kína intézetnek a Színikart szívű, negyedévenként megjelenő hatalmas folyóiratában, amely nem csak irodalmat, de képzőművészetet is közölt reprodukciókban, elkérte az én német fordításaimat a kínai lírából, és leközölte, sőt, egy külön kiadványban is, és amit leközölt, azt mindig az eredeti szöveggel párhuzamosan. Ha a természet ad még nekem annyi haladékot élni, dolgozni, hogy befejezhessem budapesti kiadóm által várt, három kötetre tervezett önéletrajzomat, amelyet
ha csak ugyan be tudom fejezni, amiből eddig csak 600 oldalt írtam meg, de amelyet nem a csecsemőkoromtól kezdek el, mint néhány másik emlékiratíró kollégám, hanem abból az időből, amikor tényleg a magyar irodalom, modern, új magyar irodalom kilombosodása és az én aktivitásom kezdődött, tehát 1906-tól kezdve. Ezt a önéletrajzot én százszoros élet címen szándékozom megjelentetni.